Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2024. április 22-én hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Diák önkormányzati ülés. Telekina. Közelmúltban diák önkormányzati ülés került megrendezésre a Városházán, amelyen a diákok ötleteket, javaslatokat tehettek a közösségi programok megvalósítása érdekében. A részletekről Szűcs Dániel polgármester, Vékony Vivien és Juhász Árpád diák önkormányzati képviselők nyilatkoztak. A mai alkalommal a diák önkormányzat ülése kezdődik hamarosan. Milyen témában jöttetek el? Szeretnénk az iskolákat összehozni, például, hogy a kóborkának, hogy egy napra az iskolák gondoznák az állatokat, hogy az étkezésüket intéznék és a foglalkozásukat. Mik a további céljaitok a diák önkormányzat tagjaival együtt? Szeretnénk még több ilyen gyűlést létrehozni, és minél több dolgot megbeszélnünk, amit meg tudunk, mint például a sportnapot. Arra gondoltunk, hogy még először egy-két sportág lenne, mint például az atlétika, foci, atlétikában lehetne több sportág, mint például futás, kislabdahajintás, súlylökés, és ez lenne a második opciónk, amit még meg tudnánk így beszélni. Hogy látjátok, a diák önkormányzat tagjai mennyire együttműködőek? Szerintem mindenki próbál a városért tenni, és hogy a legjobb ötleteiket hozni, amiket szerintem meg is tudunk valósítani. A mai diák önkormányzati megbeszélésnek mi a témája, mi a célja? A legutóbbi megalakuló ülés alkalmából abban állapodtunk meg, azt beszéltük meg a fiatalokkal, hogy újra találkozunk, és a legközelebbi találkozó alkalmával átgondolják azokat az ötleteket és javaslatokat, amelyeket ők maguk tettek itt az első találkozás alkalmával, és aközül kiválasztanak egyet, amely a közösségi programok sorozata lesz, és az első helyszín és az első alkalom. Ma eldől, hogy mit szeretnének a fiatalok, hogy egy adott területen mondjuk a város szépítésében szeretnének közreműködni, illetve közösen szeretnék ezt megvalósítani, szemetet szednek, festeni szeretnének, valamilyen közös programot szeretnének az iskolák között, legyen az sportverseny, vagy valamilyen kulturális rendezvény, úgyhogy én magam is kíváncsian várom, hogy végül mi lesz a javaslatuk. Az elmúlt megbeszélésen is én hangsúlyoztam, hogy nyilván az önkormányzat igyekszik mindenben segíteni a fiataloknak, de ez az ő maguk döntése lesz majd egyébként, hogy milyen célokat tűznek ki maguk elé, és mit szeretnének majd sorban megvalósítani. Mi, amiben csak tudunk, a segítségünkre leszünk. Egy biztos, ötletekben és javaslatokban nem volt hiány a legutóbbi találkozó alkalmából. Én nagyon örültem neki, hogy ilyen aktív közösség jött a Városházára, és mondta el véleményét és ötleteit. Úgyhogy én bizakodó vagyok, sok más településen már eredményesen működik egy-egy diák önkormányzat. Én azt gondolom, hogy ez Mezőtúron sem lesz másképp. Mit tudhatunk ezekről a ülésekről? Milyen rendszerességgel lesznek megszervezve? A legutóbbi találkozáshoz képest egy olyan 5 hét telt el, amíg mindenki átgondolta a diákok közül, hogy mi számára a prioritás az elmondott ötletekből és programokból, és ezt követően nyilván szintén rajtuk múlik, hogy milyen rendszerességgel szeretnének találkozni. Én azt javasoltam, hogy havi vagy két havi rendszerességgel azért nem árt összeülni és átbeszélni az aktualitásokat, főképp, hogyha olyan célok vannak, mint amelyeket elmondtak, mert ehhez azért komoly szervező munka is igényeltetik, hogy minden egyes rendezvényt, programot átbeszéljenek, ehhez találkozni szükséges, de én azt gondolom, hogy működni fog ez, és tényleg segítünk, amiben tudunk. Április 18-án teleki napot tartottak Mezőtúron a Teleki Blanka gimnáziumban, amelyen a diákok főzőversenyen, sportvetélkedőkön és különböző szellemi vetélkedőn próbálhatták ki magukat. Az eseményről Major Levente főszervező diák önkormányzati elnök nyilatkozott. Nyilvánvalóan a mindennapoknak a taposó malmába, amit különböző módon taposnak, valaki beleizzad, valaki nem annyira,
jó egy kicsit pihenni. És egy elég nagy hajrá következik, itt az évnek az utolsó hetei, a végzősöknek különösen szívdobogtatóak, akik nem, azoknak, akik nem most érettségiznek, azért nekik is egy kemény időszak jön. És ezelőtt a kemény időszak előtt egy kicsit a mai nap pihenhetünk, jó? Erről szól az egész történet. Arról, hogy együtt legyünk, és jól érezzük magunkat, játszunk, ne csak a szellemet tápláljuk, hanem a testet is, ott a hátul főzött ételekkel, érezze mindenki nagyon-nagyon jól magát. Képzeljétek el, hogy ezzel a teleki nappal immáron harmadik éve zsinórban foglalkozunk, tehát bevallom őszintén, idén már volt benne gyakorlatunk, sokkal egyszerűbb volt megszervezni, de mindig nagy izgatottsággal és örömmel szervezzük ezt nektek, a dög egy belső magjával, hogy jól teljen a napotok. Április 18-án került megrendezésre itt a Teleki Blanka gimnáziumban a teleki nap, mit tudhatunk erről? A teleki napot évek óta diáknapként szervezzük meg itt április vége fele egy csütörtöki napon. Imáron harmadik alkalommal van lehetőségem főszervezőként ezt az eseményt megszervezni. Minden évben nagy siker övezi ezt a rendezvényt. Többek között főzőversennyel készülünk, vannak szellemi vetélkedőink, például egy sakverseny, vagy Rubik kocka, vagy totók, illetve vannak főleg sportrendezvényből áll ez a diáknap, például a játékos akadályverseny, amire pont készülünk a jelen pillanatban is, vagy a tollaslap, labdaverseny, röplabda. Igyekszünk minden évben színesíteni a programokat, de azért az alapja mindig egy belső mag, amit minden évben megrendezünk. Idén újításként került megrendezésre a Skander, illetve a tollaslabdaverseny. Milyen előkészületek előzik meg az eseményt, illetve hogyan szervezed meg? Bevallom őszintén, így már tapasztalattal sokkal könnyebb ezt a rendezvényt megszervezni, hiszen nem kell mindent újra előkészíteni, hanem csak a tavalyi évi dokumentumokat, táblázatokat elővenni és azt frissíteni. De azért, ahogy mondtam, hogy frissítünk, ezért vannak olyan dolgok, amiket újra kell dolgoznunk. Egy-két hónappal előtte már elkezdjük tervezni ezt a napot. A diák önkormányzati ülés összegyűlik az ötös teremben, és a diák önkormányzati vezetőséggel megtartjuk ezt a gyűlést, ahol megkérdezzük, hogy milyen rendezvényeket igényelnének a diákok, hogyan módosítsuk a rendezvényt, illetve a segítségüket kérjük a szervezésben, hiszen ezt nem csak hárman szervezzük a dökkel, hanem az egész iskola részt vesz ebben, a tanárokon át, a technikai dolgozókon keresztül, és ezeknek a rendezvényeknek ugye a legfőbb célpontja, illetve a segítségünk maga a diákság, hiszen hogyha ők nincsenek, akkor ez a rendezvény sincs, és ezt értük csináljuk, illetve velük csináljuk azért, hogy egy jobb közösséget építsünk, illetve hogy színesítsük az iskola diák életét. Ugye említetted itt a különböző sport állomásokat, illetve látható itt mögöttünk, hogy főznek is. Általában ezek ilyen csapatversenyek, vagy egyéni versenyek is szoktak lenni? Jellemzően csapatversenyeket szervezünk, hogy építsük a közösséget, például a főzőversenyen. Vannak olyan osztályok, ahol minden diák főz, nekik ez a programuk. Igyekszünk a teleki napot úgy összeállítani, hogy azok is megtalálják a maguknak megfelelőt, akikben jobban dúl a versenyszellem, illetve azoknak is legyen teendőjük, akik inkább relaxálni szeretnének ezen a napon. Visszatérve az előző kérdésre, igen, jellemzőben zömében csapatversenyek, de ahogy mondtam, voltak egyéni versenyek, például egy Rubik kocka verseny volt egyéni, azt gondolom, illetve a Teleki Power, ami egy erőemelő verseny, van benne négy kategória, a fekvenyomás, a felhúzás, a biceps és a guggolás, és rajzversenyen is, aszfalt rajzversenyen is lehet egyéniben indulni, csoportosan is. Idén ezt sajnos a termekben rendezzük meg, hiszen ugye ez egy krétás verseny, de sajnos reggel esett az eső, ezért nem tudtunk az aszfalton rajzversenyt szervezni, ezért Kis Andrá és Mucat Kálmán tanár úr segítségével beosztottuk a csapatokat, illetve egyéni versenyzőket termekbe, ahol a táblák rajzolnak. Az idei teleki nap megszervezése könnyebbség volt abból a szempontból, hogy már volt gyakorlatunk, ahogy ezt már többször kifejtettem, viszont múlt héten kaptuk a kérdéseket a diákoktól, hogy nem lesz-e elhalasztva, hiszen az időjárás nem volt túl fényes az előrejelzések szerint. Nem titok, hogy voltak erről tárgyalások, hogy elhalasztjuk, de végül közösen az igazgatósággal arra döntöttünk, hogy nem halasztjuk el, hiszen az időjárás bár nem olyan napos, mint minden évben,
de mindenféleképpen jobb, mint a jövő hét, hiszen jövő héten egész nap esne az eső, ezért arra döntöttünk, hogy megtartjuk ezt a napot. Volt, amihez alkalmazkodnunk kellett, például ugye az eső miatt be kellett tennünk az aszfaltrajzversenyt, illetve volt olyan feladat, amit kint szerettünk volna megrendezni, de a hűvös szellő miatt inkább betettünk egy terembe, például a Skandert vagy a Teleki Power versenyt, de azt gondolom, hogy ahogy szétnéznek a tévénézők, hogy nagyon jó a hangulat, és végül a nap is kisütött, és ahogy a beszédemben is elmondtam, reggel a megnyitón nincs két ugyanolyan teleki nap, és csak rajtunk múlik, hogy hogy élvezzük ezt a napot, de szerencsére az időjárás is javul, egyre jobban, egyre melegebb van, és van, aki pulóverbe, de van, aki rövidújú pulóban, de élvezik ezt a napot. Sajnálom, hogy ez az utolsó teleki napom, de attól még majd visszajövök, mikor elvallak. Melyik volt a kedvenc versenyed? Tosa. Szeretném megköszönni a szervezésben az elnökségi tagoknak, Illés Erzsébet Annának és Szelecki Veronikának, illetve a döksegítő pedagógusunknak, Tuba Ferencnek, és aki nélkül szintén nem jöhetett volna létre ez a rendezvény, Majoros Gerő igazgató úrnak, hiszen ők mindig mellettünk állnak abban, hogy olyan programokat szervezzünk az évek során, amiket a diákság igényel. Tehát összességében azt kell mondanom, hogy az elnökségem során nagyon hálás vagyok mindenkinek, és azt is nagyon sajnálom, hogy idén már el kell mennem, el kell búcsúznom a döktől, illetve ettől a szeretett iskolámtól, de bízom benne, hogy sikerül olyan utódot találnom, aki hasonlóan szenvedéllyel szereti ezt az iskolát, és így dolgozik majd a diákságért, illetve az iskoláért. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!